Sziasztok! A mai témám, amiről szeretnék beszélni, az az lesz, hogy elkezdtem ugye egy videósorozatot, és beszéljünk az alapokról, a nyújtásról, tehát a kovácsolás műveleteiről. A kovácsolás művelete belül a legtöbbet használt művelet a nyújtás. Ez egy nagyon összetett és bonyolult művelet, bár ez sokaknak nagyon egyszerűnek tűnik, de megmutatom, hogy ez nem az. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki odáll az ülő mellé és a kezébe vesz egy kalapácsot, és elkezdi ütlegelni a vasat, az nem egyenlő a kovácsolással. Tehát nem mindegy, hogy kalapálunk, kopácsolunk, vagy kovácsolunk. Ez alatt azt értem, hogy megmutatom nektek, hogy például milyen kalapács kell ahhoz, milyen kalapács szükséges ahhoz, hogy ezt a műveletet, a nyújtást jól el tudjuk végezni. Sokan kovácsolnak, megmutatom, ilyen kalapáccsal például, ezzel a típusú kalapáccsal, aminek szögletes mind a két oldala. Én ezeket a kalapácsokat nem tartom jónak a nyújtás műveletéhez, mert nincsenek meg, nem találhatóak meg rajta a úgynevezett nyújtó ívek, vagy nyújtó bordáknak is mondhatnám, hanem ugye van egy sík felület, és tulajdonképpen ez egy, mint egy kör, egy olyat zár be, tehát ez a felület. Na most a nyújtáshoz, megmutatom, hogy ugye, hogy miért nem jó, ezt a típusú kalapácsot tartom a legcélszerűbbnek, és ennek is a 1 kg 60 dekás, vagy 2 kilós változatát, attól függ, hogy ki milyen fizikummal rendelkezik. Nyilván egy kisebb fizikumú embernek egy 2 kilós kalapáccsal dolgozni megterhelő. Na, hogy is kell ezt elvégezni, ezt a nyújtást? Tehát a nyújtásnak azt mondja, hogy három formáját határozom én meg. Lehet hosszirányú, keresztirányú, vagy hosszirányú és keresztirányú is egyben. Hogyan végezzük azt a nyújtást, ami hosszirányban történik? Erről vegyek gyakran. Hogy ugye merőlegesen ráfújjuk az anyagot az ülőre, mutatom, merőlegesen ráfújjuk az anyagot az ülőre, és innen ütjük éllel. Tehát ilyen bordákat velünk bele tulajdonképpen az anyagba. És aztán a talpával leszűnítjük ezeket a bordákat, a kiálló részeket, és így abba a hossz irányba lesz hatékonyabb a nyúlás. Na most ezt a nyúlást, ezt meg tudjuk, még hatékonyabbá tudjuk tenni úgy, hogyha nem a lapra helyezzük az anyagot fel, hanem az ülőnek az élére, úgy, hogy ezt megemeljük. Akkor már ezek a nyújtóbordák, ugye, ami az ülő éle lesz az egyik nyújtóborda, a másik nyújtóborda lesz a kalapácsnak a másik éle, és akkor két nyújtóborda közé fog jönni az anyag. És akkor lehet látni, hogy itt az oldalirányú kiszélesedés minimális, és a hosszirányú nyúlás a számottevő, tehát az érvényesül legjobban. Na most, hogyha aztán ugye természetesen ezeket simítjuk, és utána újra nyújtjuk. És így tudunk minél kevesebb ütéssel, minél kevesebb idő alatt ugye azt a hosszúságot vagy keresztmetszetet elérni, amit szeretnénk. Na ez az egyik formája a hosszirányú nyújtásnak. Az én olvasatomban mindig azokat az embereket tartom jó kovácsnak,
akik a leghatékonyabban tudnak dolgozni, tehát a legrövidebb idő alatt a legkevesebb energiával a legtöbb acélt tudnak megmozgatni. Tehát akkor az a kovács, az a leghatékonyabb, az a legügyesebb. Tehát ehhez a mesterséghez tulajdonképpen nem elsősorban erőre van szükség, hanem ügyességre. Na, de azt mondja, nézzük, azt mondja, mert rövid az idő, nézzük a másik irányú nyújtást. A kereszt irányú nyújtás a következő, amit a kalapácsnak a smoljával tudok elvégezni. Mindjárt megmelegítem az anyagot, és aztán megmutatom. Gyere. Ez lenne a keresztirányú nyújtás. Na most ezt a keresztirányú nyújtást, hogyha kis hosszúságba akarom létrehozni, akkor célszerű az ülőnek a szarván elkészíteni, hogy ugye itt a lapos felületen az ülő hátán végezném ezt el, akkor amilyen széles a kalapácsnak a smolja, ugye olyan szélességbe jönne létre ez a nyújtás. Na most, hogyha ezt kitoljuk ide az ülő szarvára, ugye mivel itt alatta nincsen fölfekvés az anyagnak, ugye, ott az anyag le fog hajolni, ezért ottan ugye nem fog létrejönni a nyújtás, mert nincsen ellen tartása az anyagnak. Hogyha ezt a nyújtást még hatékonyabban szeretnénk elvégezni, akkor célszerű egy ugyanilyen ellendarabbal alá tartani az ülőnek. Mert ugye itt az ülő szarván ez az ív nem párhuzamos az ülő, tehát a nyújtás irányával, hanem merőleges, és hogyha azt akarnánk, hogy ez még hatékonyabb legyen, akkor egy olyan ülőbetétet kellene használnunk, ami ugye így helyezkedik el, és az is ugye abba az évbe, és akkor így próbálnánk meg két nyújtó ív között nyújtani az anyagot. Na most a hatékonyságot azt lehet fokozni azzal is például, hogyha az anyagot nem teszem, nem helyezem rá az ülőnek a felületére, vagy a nyújtó ív felületére sem. Na most, hogyha a nyújtó ív felületére helyezem rá, lehet, hogy ez egy kicsit már sok, amit így mondok, hogy bonyolultnak tűnik, akkor itt ugye kevesebb felülettel érintkezik az anyag, és kisebb lesz a hűlése. Ezáltal hosszabb ideig tudjuk melegen tartani az anyagot, és egy melegből nagyobb alakítást tudunk elérni. Na most itt, mivel itt rá helyezzük az ülőre, úgy itt nagyobb felületen érintkezik, nagyobb lesz az anyag hűlése, kevesebb ideig tudjuk ugye az anyagot melegen tartani, és kevesebb idő áll nekünk az anyag megmunkálására. Na, de itt is lehet úgy elvégezni ezt a nyújtást, hogy nem helyezem rá az ülőre, hanem fölötte tartom az ülőnek 1-2 mm-t, és úgy végzem ezt a nyújtást el. Következő meleggel ezt megmutatom.
Ez esetben meg lehet figyelni azt, hogy ugyanannyi melegből, tehát egy melegítéssel sokkal tovább volt nekem meleg az anyagom, és nagyobb mértékű nyújtásra voltam képes. Tehát ez lenne a oldali rádió nyújtás. A következő, a harmadikról, amiről beszéltem, de még nem mutattam, az az, mikor minden irányba egyformán nyúlik az anyag, de akkor a kalapásnak ugye a talpát fogom felhasználni erre a műveletre. És mivel ott nincsenek ezek a nyújtó bordák, ezért ugye az anyag lapulni fog. És minden irányba egyformán fog nyúlni. De az nem lesz közel sem olyan mértékű, mint ezek a célzott nyújtások, amit a kalapácsnak a smoljával, valamint az ülő élén, a kalapács élével fogok elvégezni. Meg lehet figyelni, amikor a kalapácsnak a talpát használom, hogy ugye minden irányba egyformán nyúlik az anyag. Tulajdonképpen lapul kilapítottuk az anyagot. Na most ennyi fért ebbe a mai videóba. Ezt még lehetne ezt a nyújtást tovább koncolni. Mert még nem beszéltem az ütésnek a nagyságáról, hogy milyen szerepe van a nyújtásnak, az ütés nagyságának. Ugye ott a nyújtó kúpoknak a találkozása, erről nem tudtam beszélni, mert nem volt rá idő, de tovább fogunk menni a következő videóban azzal, hogy ezt a nyújtást tovább koncoljuk, a nyújtó kúpoknak a találkozását, hogy mi szerepe van a nyújtásban abban, hogy hogyan tudjuk vándoroltatni az anyagot, áthelyezni egyik oldalról másikba. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, jó utat!